hogy érzitek, lányok, veletek volt az erő mai nap folyamán a töré érettségi? Hát velem sajnos nem. És akkor hogy érzed, veled volt az erő? Igen, és velem volt Isten is. Szerdán a történelem írásbelivel folytatódott az érettségi. Ma a Salgótarjáni Táncsics Mihály Technikum elé látogattunk el, ahol alul faggattuk a diákokat, hogyan sikerült a vizsga. Nehéz volt felkészülni az idei töré érettségire? Hát igazából nem nagyon készültem rá, csak tippelgettem, és ebben bíztam, hogy be fog jönni. Két évet végül is töltöttünk online tanítás alatt, az úgy nehezebb volt végül is tanulni, ez nehezítette azokat a évi tananyagokat. Én fél évig készültem, magántanárnál voltam. Már egy nyugdíjba vonult kolléga, aki itt tanított régen, ő készített fel. Hát én úgy vagyok vele, hogy a történelem az számomra a legjobb tantárgy, amiből én föl tudtam készülni. Bejött ugye az online oktatás is, az alatt nem igazán sokat, azt gondolom nem sokat tudtam tanulni, nem volt jó annyira. Iskolában igen, ugyanúgy csináltuk a érettségi feladatokat. Reméljük a legjobbakat. Nem sokat készültem, én személyesen, annyira a töri az nem nagy kedvenc tantárgyam. De igazából az órákon rengeteg érettségi feladatot csináltunk, gyakoroltunk, végignéztük a feladatokat. Nehezek voltak a feladatok? Vagy milyen feladatok voltak benne? Volt tatárjárás, második ipari forradalom volt, ugye ez a két esszé volt. Kádár korszak. Nehézséget nem, inkább gondolkodást igényelt az esszé. Ott a Kádár korszak gazdasági és életszínvonal volt, illetve az aténi demokrácia, én azt választottam, és oda elég sok mindent tudtam írni, úgyhogy szerintem jól sikerült. Hát igazából a térképes feladat, de a legtöbb ilyen forrásos feladat volt, és abból ki lehetett következtetni a választ. Az eszéírás ugye az volt nehezebb, pont az egyik olyan téma volt, ami nem volt a kedvencem, de mindent tőlem teltőt megtettem. Mi volt? Úgy gondolom, hogy az én emelt szintű érettségit írtam. Jók voltak a tételek, jók voltak, szerintem könnyű is volt. Úgy gondolom, hogy a rövid rész az talán nehézséget okozhatott, de szerintem az eszékkel fel lehet majd húzni. Volt meglepetés is, meg volt, amire egyébként készültünk, és tudtunk mit hozzáírni, meg hozzászólni az egészhez. Hát én is úgy gondolom, hogy most szerintem egy elég nehéz töri érettség volt, mami számomra. Nekem alapból nem is megy úgy a töri, de kipróbáltam magamból hozni a maximumot. Az esszé részére jobban felkészültünk, de a rövid kérdezfelelekre arra sajnos annyira nem sikerült. Majd kiderül, hogy mit hoztunk ki magunkból. Az esszékhez próbáltunk rizsázni, elég sok szöveget írni. Az Atlasz nagy segítség volt számunkra, majd kiderül, mit hoztunk ki ebből. És most a töri érettségi hányasra tippelsz? Én úgy gondolom, hogy akár lehet 3-as, de örülnék, ha 4-es lenne. Remélem, hogy a 2-es meg lesz. Egy 4-esre. Egy 4-esbe azért bízok. Olyan 3-as, 4-es jegyre. Reméljük ideg a 2-esben, majd még kiderül, hogy szóbelivel mit tudunk kihozni magunkból, mennyire tudjuk felhúzni pontügyileg. Én szerintem egy 2-esben, de lehet, hogy szóbeli lesz ebből. Reménykedek a 2-esben. És hol szeretnéd folytatni a tanulmányaidat? Én 5. évre maradok itt a közgében, hogy szakmát kapjak, utána pedig ilyen informatika téren szeretnék elhelyezkedni Budapesten. Egerbe, hogyha minden jó vagy. Jelentkeztem, de szerintem nem vesznek fel, és akkor még maradok 1 évet. Maradok én is 1 évet gazdaságira, aztán ebbe az irányba, ebbe az informatika irányba kéne tovább menni tanulni, de még azt nem tudom, hogy még pontosan, hogy hova. Ugyanis szeretnék bejutni a BGR-re, innen majd, de még sajnos itt maradok 1 évet, mivel le szeretném itt tenni a szakmát, hogyha esetleg nem jönne össze. Én maradok még 1 évet ebben a suliban, egy ilyen gazdasági rész, még gondolkodom rajta erősen. Halasztok szerintem 1 évet, maradok 5. éven. Ugye Egerbe jelentkeztem. És milyen szakra? Gazdálkodás és menedzsment.